Harmadik alkalommal köszöntötte Gál Sándor és Arnóti András a művészetek iránt érdeklődő vendégeket a Laffert Kúria művészeti szalon elnevezésű programsorozatán. A kulturális esemény egyre népszerűbb, hiszen alkalomról alkalomra több szék talál gazdára az interaktív estek alkalmával. A legutóbbi rendezvény résztvevőit az irodalom világába invitálták a szervezők. Az est vezérfonalát József Attila Eszmélet című különleges műve jelentette, amelyet az állandó előadó és házigazda Arnóti András művészeti író vezetett fel. A rövid prológusban többek között felelevenítésre került József Attila életpályája, amelyből megtudhattuk, milyen szálak fűzték a költőt Móricz Zsigmondhoz, és milyen tekintetben különbözik a szemében Kosztolányi a többi embertől, akikkel fiatal éveiben dacolt. Az est palettáját színesítette még Arnóti egyik saját verse is. Fogtámban híre zöldelmű hitemnek, úri társaságban erről nem igen beszélnek. Holnapot látni merész nagy tervezés, értelmem szívnek rúgai lassan szétesik. Magamat nem értő meg nem értésben, gyilkolok is, ha kell, de ez nem áll úri szeszély, hanem rebellis igaza, amely konok reményképében bújtok állakkor, s áll lesben, mint kozmikus veszély. József Attila, most szürke öltönyt álmodom vörös megkendővel, s ébredéskor nézem, hogy a gyerek mit eszik. Egy voltam én az összes boldog bőlegényel, kik nőjüknek az igaz szerelmet hiszik. Vér vérnek feszülős választ vár, igazat gondol, de bágyad ajka. Csordából az ott maradt kolompoteráz, ma csukott szemmel jutott a dajka. Magányos partira ütem ki a verandán, magam vagyok székemmel szemben. Csönd feszíti szét az árnyékos délutánt, híremet messzire viszik a rigók. 1905-ben született József Attila, ugye, mielőtt a versére térnénk, azért próbálnék egy kis személyiségrajzot, hogy igyekezzünk elhelyezni őt a mi humán palettánkon. Tehát 1905-ben születik, apja ugye nagyon korán elhagyja őket, visszamegy Romániába, és akkor ott marad egy család, egy csonka család, egy mama, két lány és egy öcs. Tehát ez az öcs, ez az Attila, ugye be van ékelve három nő közé. Három olyan nő közé, akik ugyanúgy nem találják az életükre a megoldást, ugye mama beteg, rengeteg dolgozik, mosolyogni, takarítani jár, Gugacsi útra, ide-oda-oda. Mert tulajdonképpen 14 éves a József Attila, amikor a mama meghal. József Attila, aki mondjuk már ilyen 22-23 éves korától, gyakorlatilag minden létező irodalmi közéleti embert, aki csak lehet, már végigsért. Ugye? Főleg írásai és közbeszédei által. Ez alól talán egy kivétel van a Kosztolányi, hogy miért is. És akkor most egy ilyen zárójeles megjegyzés. Kosztolányi ír egy verset azzal a címmel, hogy ülőjünti fák. Tehát József Attila
számára az idő az egy olyan ellenség volt, amit folyamatosan le kellett győznie, le kellett győznie, hiszen teljesíteni kellett, volt egy bizonyítási kényszere, és valószínűleg ezek a támadások. Az eszmélet nem mindennapi remekmű, amely nem csak a költészetre, a jelenlévőkre is hatást gyakorolt. Ennek köszönhetően az est egy verselemzéssel tarkított, aktív diskurzusban teljesedett ki, amihez mindenki hozzátette gondolatait, érzéseit. Az éjjel rászállt a fákra, mint kis lepkék a levelet. Kék-piros-sárga összekent képeket láttam álmaimban, és úgy éreztem, ez a rend. Egy szállóból szemem hívott. Most homályként szállt a világ. Versmondó iskolák alakulnak József Attila köré és Földön eszmélet köré. Mert hogy mi is ez az eszmélet? Az eszmélet ez nem egy vers. Ez egy vers ciklus. Ugye mi a kettő között a különbség? Az, hogy ez 12 szakaszból áll ez az eszmélet. Mindegyik szakasz egy külön megszólalás. Tehát nem egy történetet mond el, nem egy gondolatot fejt ki a költészet eszközeivel, hanem József Attila 12-szer megszólal, mint 12 harangütés, vagy mint 12-szer megélt önéletrajz, megpróbál hozzászólni a világhoz, a maga nagyon személyes sorsán keresztül. Én ezt a ciklus sorozatot, ezt egy ilyen létösszegzőnek tartom. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy ugye 1-től 12-ig beszámozta az Attila a ciklus részeit, és ezek önállóan mind megállnák a réget. Tehát tulajdonképpen szoros összefonódás nincs is köztük, leszámítva azt, hogy kezdődik a hajnalban ez a ciklus sorozat, és befejeződik az estel. Tehát ezért lehetséges az a túl a zsenialitáson, vagy azzal együtt, hogy egyszer fönt a magaslatokban, korlát nélkül, egyes szerelmekben, máskor meg bezuhanunk a mélybe. Tehát azért vannak itt ilyen fiziológiai, lehetnek pontosabban ilyen fiziológiai jellegi is. Látni József, Major Tamás, meg még többen, akik elmondták a verset, itt maradt az, amit ránk hagyott a verset, és bármilyen előadásban, bármilyen szemléletben kapjuk meg és mondják el, mindenképpen zseniális művet hallani. Most, hogy így eljutottunk a 11. részhez, úgy összeáll az egész egy életciklusra. Tehát, hogy ő mikor milyen korszakában volt, hogyan élt a világban. Hát az első résznél ugye mint gyermek, az első három részben. Az a játékos jelzők, játékos szavak, amiben a locska is van, az is még a gyermeki játékos. Az est teljes felvételét két részletben tekinthetik meg magazin műsorunkban. A művészeti szalon következő estje február 14-én pénteken kerül megrendezésre, amelyre a szervezők szeretettel várják a művészetek iránt érdeklődőket.